A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, a köztérben ma a robotikáról, a robotika biztonságtechnikában alkalmazott formáiról beszélgetek vendégemmel, Hajós István biztonsági és robotikai szakértővel. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok! Hát elég érdekes, nekem egy kicsit ugye ilyen újfajta ez a robotika. Kicsit félek is így a robotoktól, de majd egy kicsit beszélgettünk erről, hogy miért is ne féljek egyébként a robotoktól. Ugye a robotok nem csak a világban, hanem itt Magyarországban is egyre nagyobb szerepet töltenek be, akár az iparban, akár mondjuk így a biztonságtechnikában is. Mi mindenre lehet egyébként alkalmazni a robotokat? Miért jó, hogy vannak ezek a robotok? Mindig azt szoktam mondani, hogy a robotok elsődleges feladata az, hogy az emberi életre veszélyes feladatokat vegyék át tőlünk. Erre is majd kitérünk, hogy ez pontosan mit jelent. Hogy miért ne féljünk a robotoktól? Hát egészen azért, mert ha végig gondoljuk, olyan régóta itt vannak már egyébként közöttünk, hogy talán már elkezdhetjük őket elfogadni. Az első robot az idős számítás előtt 1000-ben elkészült már, az akkori Kínában, hol máshol, tehát eredeti szoktam mondani, de például 1495 körül Leonardo da Vinci is megfestett már egy robot prototípus képsorozatot, tehát ebből is látszik, hogy már több száz éve, több ezer éve itt vannak ezek a szerkezetek, csak valahogy nem terjedtek el, valami miatt most jutott el oda a fejlettségi szintjük, hogy a gyártók úgy gondolják, illetve a felhasználók is, hogy most már integrálják a saját folyamataikban. Lehet, hogy azért is van, hogy én megijedtem egyébként így, vagy megijedek a robotoktól, itt is van velünk egy robot, majd be fogjuk mutatni, mert a mindennapokban én például nem találkozom velük, de vannak, akik ugye a mindennapjaikban, a munkájuk során mondjuk találkoznak ezekkel a robotokkal. Így van, főleg az ipari termelés az, ahol már ugye a robotizáció jelen van. Kedvenc kérdésem szokott lenni, hogy a robotok elvehetik-e az emberek munkáját, és én mindig azt szoktam mondani, hogy igen, és van is olyan terület, ahol ez már megtörtént. Ez pont az említett ipari gyártás technológia, hiszen ha felidézünk 50-100 évvel ezelőttről egy képet magunkban, hogy hogy nézett ki egy gyártósorról készült fénykép, akkor egy ilyen fekete-fehér fénykép van előttünk, egy hosszú gyártósor, és 50-100 ember mindkét oldalon valaki valamit csinál, tehát hogy nagyon sok embert foglalkoztat, ma pedig ez úgy néz ki, hogy robotkarok vannak, amelyek felfoghatatlan sebességgel dolgoznak, és a két végén néhány ember felügyeli már csak ezeket a folyamatokat. Van itt a stúdióban velünk egy robot, amit majd nem sokára meg is tudunk mutatni. Ez egy robotkutya, ugye kicsit arról is beszélgessünk most már, hogy a biztonságtechnikában is hát elég nagy szerepet tudnak betölteni a robotok, és mondjuk egy ilyen robotkutya is. Így van. A biztonságtechnika területén két fő olyan terület van, ahol amit robotizálni lehet a mi teszteink alapján. Az egyik az a járőrözés, tehát amikor egy telephelyen már nem a biztonsági őr megy körbe-körbe elemlámpával éjszaka, megvan ez a kép mindenkinek talán a fejében, hanem például egy robot kutya, akinek be van programozva ez az útvonal, és ő teljesen önállóan körbejár, és a kamera fénykép, a kamera felvétel, tehát a kamera képet nézi a biztonsági őr, nyilván az ő biztonsági helyiségéből, és az ember már csak akkor jön ki, ha be kell avatkozni. Mert nyilván beavatkozni nem tud a robot, én azt gondolom, hogy sem jogilag, sem erkölcsileg nem lenne helyes, ha ezt gépekre bíznánk, azért vagyunk mi emberek. Viszont az, hogy éjszaka, hóban, fagyban, esőben ne embereknek kelljen sétálgatnia egy telephelyen mondjuk, arra tökéletesen alkalmasak. Mondjuk egy kinézetre én azért is jöttem meg először, mert hát nyilván azért a kutya jegyeit viseli magán, tehát olyan a felépítése, úgy mozog a lábával, ugye akár tud ugrani is, ad pacsit. Miért nagyon fontos, hogy egy kicsit ilyen természetes jegyei legyenek egy robotnak?
A kutatások azt mondják, hogy a robotkutya az, amelyen keresztül az emberek a legjobban el fogják fogadni a robotokat. Míg a humanoid robotok, tehát az emberszabású robotoktól félünk a legjobban, addig a robotkutya az, akit meg elfogadunk a legjobban. Ezért vannak benne ilyen edukációs jegyek, hogy ő integet, pacsitat, szívet rajzol, ilyen kis elfogadható mozdulatokat tesz, hiszen ez mind azt szolgálja, hogy könnyebben el tudjuk fogadni magukat, a robotokat. Milyen paraméterei vannak ennek a robotnak? Hogyan kell elképzeljük, hogy min keresztül lát, milyen kamerája van, milyen akkumulátora van, hol van az érzékelője? Érzékelő több helyen található benne, ahogy kamera is, ezek már nagy felbontású kamerák, hőkamerával és infrakamerával is tud rendelkezni, ez mind felszereltség függő, ugye, amit a gyártól kérünk. Lidár érzékelőkkel is tud rendelkezni, és egy teljesen automatizált program segítségével tud végrehajtani feladatokat, tehát ahogy mondtam, neki megtanítható, hogy egy több hektáros területet akár óránként vagy folyamatosan bejárjon, és folyamatosan készíti a kamera felvételeket, amit nyilván egy részről rögzítünk, más részről pedig élőben egy biztonsági őr ezt figyeli és nézi természetesen. Mennyi időt bír az egy-egy akkumulátor? Mi történik akkor, amikor mondjuk már lemerülő félben van a kutya? Neki körülbelül 2-3 órát bír az akkumulátora, de a jó hír, hogy teljesen automatán ő visszamegy és föl tudja önmagát tölteni, tehát amikor elér egy bizonyos töltöttségi szintet, illetve az alá merül az akkumulátor, akkor ő megkeresi ezt a töltőállomást és elkezdi magát feltölteni. Ha valamilyen sérülés éri, akkor ezeket meg lehet javítani, vagy szükség van esetleg arra, hogy újabb robotot vásároljon az, akinek van ilyen? Természetesen javítható, bár még azért a robotoknak elég nehézkes a javítása van. Neki is egy disztribútorja Magyarországon, némi szerviz háttérrel, lassú még, körülményes a javításuk, de nem lehetetlen, tehát azért nem kell új robotkutyát venni amiatt, hogy mondjuk valami megsérül, jellemzően mechanikai sérüléseknél elemeket kell rajta cserélni, illetve elektromos problémáknál mondjuk a kábelezés, újra kábelezés szokott felmerülni. Ha pedig szoftveres probléma van, akkor azt a gyár is el tudja végezni például távolról. De egy ilyen kutya mondjuk azért egy pár évig működőképes, ugye? Tehát mondjuk egy ilyen 4-5 évet azért ki tud szolgálni egy ilyen kutya. Olyan kutya van már a flottánkban, amely legalább 4-5 éves, és mondjuk kiállításokon folyamatosan szerepelt. Őt ugyan kellett többször szervizelni ez idő alatt, de működőképes. Ezeket folyamatosan lehet fejleszteni? Tehát, hogy ez a kutya, ez mondjuk most tud valamit, de hogy azon fejlesztenek, az simán lehetséges, tehát, hogy meg lehet oldani. Természetesen fejleszthető, a gyár folyamatosan fejleszti is. Nagyon, nagyon szép eredményekkel, például ő is már AI kompatibilis, tehát mesterséges intelligencia is futtatható rajta. Neki nagy testvéréről van szó, akivel már akár beszélgetni is lehet, úgyhogy egyre jobban fejlődnek természetesen, mint minden robotgyártó egyre gyorsabban próbál fejleszteni, és mindenki AI-jal akarja kombinálni nyilván a robotjait, hiszen ez a jövő, ez az elvárás a piacról. Mi jellemzi egyébként így a magyar cégeket, mennyire szeretnek akár robotkutyát, akár másfajta robotokat alkalmazni a biztonságtechnikában? Még gyermekcipőben jár, hiszen mi vagyunk talán mondhatom az elsők és az úttörők ezen a vagyonvédelmi piacon, vagy a biztonsági piacon, hiszen már negyedik, ez az ötödik évünk, hogy foglalkozunk robotok, a negyedik éve teszteljük őket, úgyhogy azt látom, hogy nyitott a piac, de nagyon nehezen határozzák el magukat. Egyrészt nyilván a nagyobb robotok azok drágábbak, nagyobb beruházást igényelnek, és a magyar KKV-szektornak egy örökös problémája, ugye, hogy a finanszírozása az nehezen megoldott. Ezeknél a robotkutyáknál ez úgy gondolom, hogy azért egy elérhetőbb árban és árértékarányban nagyon jó termékről beszélünk. Talán ez az év lesz ebben az áttörés, hiszen most év végén jött az a robotkutya típus, amely már ki tudja szolgálni azokat az igényeket, amelyre szüksége van egy vagyonvédelmi cégnek.
Ezeket a robotkutyákat, illetve önöket, hogyha megbízza valaki, akkor bérelik ezeket, vagy van olyan cég, aki esetleg szeretné megvásárolni ezeket és úgy alkalmazni? Több opció is van. Mi ugye úgy szolgáltatunk, hogy mi például egy szolgálati helyre nem biztos, hogy csak biztonsági őröket javaslunk, hanem azt mondjuk, hogy ha itt idáig két őr volt ezen a telephelyen, akkor nekünk elég egy őr, mint ember, és egy robotot, például egy robotkutyát teszünk mellé, és például sokkal olcsóbbak tudunk lenni ezáltal, és sokkal hatékonyabbak is. De van arra is lehetőség, hogy valaki ezt bérli, mert ki akarja próbálni pár hónapra, és akár meg is tudja vásárolni tőlünk, hiszen mi is viszont eladói vagyunk akár ennek a márkának, illetve több más robot típusnak is. Ezeket a robotokat hol készítik, hol gyártják, hogyan lehet ezeket fellelni, tehát hogy önök hogyan jártak utána, hogy ilyen robotuk legyen? Szakmai kiállításokon találtam meg azokat a kapcsolatokat a robotgyártókkal, például Dubájban, illetve egyéb helyszíneken, ahol a világ legnagyobb ilyen info, high-tech és innovációs kiállításai vannak. Természetesen hát Oroszországtól Dubájon át, Korea, Kína, ugye az Egyesült Államok, nagyon sok helyen vannak már gyártók és különböző márkák, úgyhogy innen szoktuk mi is természetesen eldönteni a tesztelések után, hogy mi az a márka, amit piacképesnek gondolunk, amely meg tud térülni, ami hosszú távon tudja szolgálni a cégeket, és akkor annak a forgalmazását tervezzük a jövőben. Hogy még ennél a kutyánál maradjunk, mi mindenre képes ez a kutya? Ugye itt most a terepre is gondolok, hova tud ő eljutni, mi minden tud? Ő viszonylag egyenetlen terepeken is tud menni, tehát például föl tud lépni, járdapatkán tud menni kerítés mellett egyenetlen füves területen, sőt még lépcsőzni is tud egy bizonyos lépcső méretig, de például, ahogy láthatjuk, most is tud kúszni, tehát ha például egy csatornába kell bemenni, mert oda valaki beszorult, bement, vagy akár csak technikai probléma van, akkor nem az embereknek kell oda már bemászni, hanem ő is képes rá. A törökországi földrengéseknél is tesztelték őket már túlélő kutatásban, és nagyon jól leszerepeltek, hiszen akkor hőkamerával szerelve jól megtalálták a túlélőket, tudtak azért közlekedni azokon az talajokon, amik már törmelékkel borítottak voltak. Nyilván egy összeomlott ház tetejére nem tud fölmenni, mert ott elakadna, de nagyon jól funkcionálnak azért a nehezebb terepeken is. Tehát úgy gondolom, hogy egy ilyen közepes szintű nehéz terepig már el tud közlekedni. Az egyes cégek hogyan tudnak megismerkedni, mondjuk ezzel a kutyával, vagy bármivel, ami a robotokkal kapcsolatos, hogy milyen lehetőségek vannak így, mondjuk akár az őrzés terén? Hát egyrészt megkeresnek minket, talán ez a legrövidebb út, de most már talán mondhatom, hogy szinte minden olyan kiállításon jelen vagyunk meghívott vendégként, amelyek a legnagyobbak az országban, és az innovációval bármilyen szinten is foglalkoznak. Egy ismerősöm mondta, hogy nincs már igazán jó kiállítás nélkülünk. Ez nagyon-nagyon megtisztelő, hiszen mi ide azért egy elég nagy robotflottával szoktunk érkezni, amely robotkutyák, humanoid robotok, információs robotok, fertőtlenítő robotok is megtalálhatóak. Tehát egy kicsit ezt a misztikus világot kézzelfoghatóvá tesszük, ki lehet próbálni, meg lehet őket nézni, meg lehet fogni, és akkor egy kicsit talán lehet velük barátkozni is. Biztos, hogy közelebb kerül az emberhez, hogy egy kicsit közelebb látja ezeket a robotokat magához. Ugye mondta ezeket a fertőtlenítő robotokat, akkor ilyenek is léteznek. Ezek mit tudnak az olyan fajta robotok? A fertőtlenítő robotoknak két típusát különböztetjük meg alapvetően. Az egyik az egy permetező, amikor valamilyen vegyszert permetez a levegőbe, és ezáltal fertőtlenít. Ugye itt kiemelném, a Covid idején megtanultuk, ugye, hogy bármilyen védőfelszerelés, meg maszk lehet rajtunk, nem tudjuk elkerülni a fertőzést. Tehát ha például van egy fertőzött épület, akkor oda ne embert küldjünk be beöltözve, hanem oda küldjünk be egy robotot, és fertőtlenítsen ő. A másik az UVC fénnyel történő fertőtlenítés, már-már sterilizálás, tehát ő például alkalmas arra, hogy műtőket, kórtermeket, bármilyen intézmény, de akár legyen ez az irodánk, vagy az otthoni nappalink, néhány perc alatt teljesen sterilizáljon. Mekkorák ezek a gépek, ezek a fertőtlenítő robotok? Nagyjából 150 centi magasak, van amelyik magasabb, mert hosszúkásabb, van amelyik alacsonyabb, de hogy azért ezek már kezdenek ember méretűek lenni.
ezek már esetleg így a kórházakban is működhetnek, vagy ez inkább csak a nagy cégeknél vannak ilyen feltétlenítő? Sajnos jelenleg mi a kórházakba nem tudtunk bejutni, mert ott egy magyar cégnek kizárólagossága van, hogy majd ő fejleszt oda robotokat, emiatt itt nem tudtuk tesztelni, de magán egészségügyi intézményekben ott tesztelések zajlanak. Hogyha az árakat nézzük, akkor mennyibe kerülnek a robotok? Gondolom, hogy itt van jó nagy szórás, így mérettől is, meg funkciótól függően is. Azt szoktam mondani, hogy robotokat mondjuk 10 000 dollártól 10 millió dollárig be lehet szerezni, nyilván azok már komplett robotizált gyártósorok, de hogy tényleg nagyon nagy a szórás. Jellemzően amire a KKV szektornak szüksége lehet, azt néhány 10 000 dollártól mondjuk pár 100 000 dollárig kell elképzelni, tehát forintosítva mondjuk 4-5 milliótól olyan 100 millió forintig el lehet érni, és ott már nagyon komoly teljesítményekről, nagyon komoly funkciókról tudunk beszélni, tehát például olyan humanoid recepciós robotról, aki egy irodaházba emberi beavatkozás nélkül beléptet már minket, úgyhogy még a belépőkártyánkat is kiadja. Tehát, de például fejlesztés tesztelés alatt áll, és nincs nagyon messze, egy olyan recepciós robot, ami mondjuk a szállodába is be tud minket léptetni, beolvassa az útlevelünket, és a szobakártyánkat is fölprogramozza, és kiadja. Tehát, hogy ezek már létező technológiák, ezek polcról levehető termékek, és a világ számos részén már működnek ezek a robotok. Magyarországnak talán az a feladata, hogy egy kicsit nyissunk, hogy megint ne az legyen, hogy valami technológiai ágazatban úgy lemaradunk, hogy utána meg évtizedekig próbálunk majd arra erőforrásokat biztosítani, hogy próbáljuk utolérni. Tehát a mesterséges intelligencia és a robotizációban bár már van lemaradásunk, de még talán most behozható, hogyha gyorsan erre a útra rálépünk, és nem ellenkezünk velük szemben, hanem megpróbáljuk őket megismerni, és jól integrálni a mi társadalmunkban, valamint olyan feladatokra használni, ami nekünk előnyös, hiszen mindig az ember marad elől, ember marad a fő fókuszban, és soha ne felejtsük el, mert vannak ilyen félelmek, hogy a robotok mit tudnak, meg fellázadnak, meg ellenünk fordulnak. Minden, amit egy robot tud, az embertől származik. Tehát a végén mindig az emberi döntési mechanizmus és a döntéshozatal van jelen. Tehát ha ő rosszat csinál, azt egy ember programozta bele jelen pillanatban, hogy ő rosszat csináljon. Igen, csak hogyha már sok robot van, és egy valaki kitalálja, és beprogramoz sokat, akkor az úgy már tényleg félelmetes lehet, akár. Hát igen, de én azért mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy jelen pillanatban még azzal küzdünk, hogy ezek a robotok mondjuk ne akadjanak el egy kábelkötekbe, ne akadjanak el egy szőnyegbe. Mindenkinek megvan otthon is, akinek van a robot porszívója, hogy nagyon aranyosak, de a papucsba elakad, meg nem tud fölmenni a szőnyegen. Tehát ezek jelen pillanatban a legnagyobb problémái még a gyártóknak, finom mechanikai mozgások nem mennek, az egyensúly érzékelés nehéz. Ő is csak egy bizonyos szintig tud lépcsőn menni, tehát még azért nem ott tart a robotika, hogy itt önálló döntéseket hozzanak és ellenünk forduljanak, és én azt gondolom, hogyha az emberek megfelelően óvatosak és a programozók, a fejlesztők jól végzik a dolgukat, akkor ilyenre nem is kerülhet sor. Ugye itt már szóba került az, hogy Magyarországon hogy állunk így a robotikát tekintve, de én tényleg nem tudom, hogy hogyan állunk. Tehát, hogy itt mennyire, vagy mennyire erős nálunk itt Magyarországon mondjuk így a robotika képzés. Mennyire vannak olyan mérnökök, vagy mérnök tanulók, akik szeretnék ezt tudni és tanulni akár mondjuk itt, vagy külföldön? Van már több egyetem, ahol van robotika képzés szerencsére, onnan érkeznek az első friss hallgatók, akiknek van egy nagyon jó alaptudásuk, viszont nincs meg a gyakorlati tudásuk, mi is több egyetemmel is megállapodásokat kötünk éppen azért, hogy nálunk gyakorlatot tudjanak szerezni, mi pedig különböző fejlesztéseket tudjunk végrehajtani a robotokon. Magyarország nem áll túl jól a világviszonylatban, ugye a robotizáció tekintetében. Kiemelni minden mondjuk az ipari termelést, mert ott egy teljesen átlagos helyen állunk, illetve a logisztikát, ahol egyébként éppen egy magyar cég szintén úttörő és nagyon-nagyon szép és nagyon jó robotokat fejleszt, és hát robotizálja a logisztikai ellátásláncot szinte már teljesen. Szóval vannak azért olyan cégek, akik már ezt felismerték és erre a területre, piacra léptek, de összességében Magyarországon azért még, ha egy robot
robotot bemutatunk, vagy a robot szó felmerül, mindenki egy kicsit idegenkedik és távolságot tart. Hogyan lehetne ezen segíteni egyébként, hogy most már itt a 21. században mi is itt picit jobban figyeljünk arra, hogy a robotokat lehet alkalmazni sok-sok területen? Nekem is van egy edukációs sorozat, amit én főleg iskolákban tartok, ezzel járom az országot, hiszen azt gondolom, hogy a gyerekeket kell edukálni, hiszen mire ők felnőnek, nekik már teljesen természetes lesz esetleg, hogy robotok fogják kiszolgálni őket mondjuk bizonyos boltokban, és egy kicsit elvárásuk is lesz. Ahogy a mai 20 év alatti fiatalok már, ha bemennek egy bevásárlóközpontban, ők digitálisan akarják megkapni az információt. Ez azt jelenti, hogy ők már nem akarnak a recepciós nénivel vagy bácsival beszélgetni, hanem oda mennek egy totemoszlophoz, és onnan digitálisan megszerzik az információt, hogy az általuk keresett bolt hol található, és minden jel arra mutat, hogy ők nagyon pozitívan fogadnák azt, ha ez már nem csak egy totemoszlop lenne, hanem ők egy robottal akár beszélgetni is tudnának eközben, miközben megkapják ezeket az információkat. Ugye már vannak azért olyan éttermek, nem Magyarországon, vagy nem tudom, hogy Magyarországon van-e, de ahol tényleg ilyen robotok szolgálnak ki, ők már lehet, hogy jobban elfogadták azt, hogy a robotokat ott is alkalmazzák. Magyarországon ki még nem szolgálnak, legjobb tudomásom szerint tesztek vannak. Felszolgáló robotok vannak már bizonyos éttermekben, ahol besegítenek különböző folyamatokban. Tehát igen, azért, ha végig gondoljuk, hogy otthon már lehet robotporszívó, már lehet robotfűnyíró, étteremben már találkozhatunk ugye felszolgáló robottal, de például van olyan kórház Magyarországon, ahol már robotokkal mozgatnak nagyon sok árut, és mondjuk lehet találkozni takarító robotokkal is, szintén különböző takarító cégek jó voltából bizonyos irodaházakban. Tehát azért egyre több helyen tűnnek fel ezek a gépek, ez a technológia, és nyilván, mivel sokkal hatékonyabb és árérték arányban is egyre jobbak, sajnos egyre olcsóbbak lesznek, mint maga humán erőforrás, így egyre jobban el fog terjedni. Tehát nem kell ellenük ágálni, mert elkerülhetetlen az ő fejlődésük, az, hogy egyre nagyobb számba legyenek jelen majd minden területen, tehát nem lepődhetünk meg azon, ha egy plázában, egy boltban, egy gyógyszertárban, egy irodaházban, bárhol találkozni fogunk robotokkal. Ezt el kell fogadnunk, és inkább tanulnunk kell, én azt gondolom, ezeket a technológiákat, főleg a fiataloknak, illetve akik a munkaerő piacra akarnak lépni, de akár mint fiatal vállalkozók is, mert a robotok és a mesterséges intelligencia az meg fogja határozni a jövőnket. Ugye mondtam most, hogy akár egy plázában is találkozhatunk majd robotokkal. Az a robot, az ugyanúgy előre beprogramozott robot, vagy ezt esetleg ott valaki kezelheti, vagy hogyan kell ezt elképzeljük? Alapvetően lehet irányítani is ezeket a robotokat, és természetesen be is lehet programozni. Ezek a robotok önálló döntéseket még nem hoznak. Tehát nem úgy néz ki, hogy lerakjuk egy bevásárlóközpontba, és majd ő eldönti, hogy mikor, meg hova megy, meg mit csinál, meg kihez hogy szól, hanem ezek előre meghatározott parancsok alapján, egy program alapján hajt végre feladatokat kvázi. De olyan, hogy önállóan hoz, olyan nem is lesz, nem? Tehát olyan önállóan hoz a robot döntés, mert mindig valaki ugye beprogramozza, tehát mindig valaki tudja, hogy mit szeretne. Van és lesz. Tehát azért, ha a mesterséges intelligenciával kombinálják a robotokat és az ő alapprogramját, ami őt irányítja és mozgatja, azt egy mesterséges intelligencia megengedik neki, hogy hozzon döntéseket, hogy egyszerű dolgot mondok, azt programozzuk bele, hogy ő mindig jobbról kerülje meg ezt az asztalt, és a mesterséges intelligencia úgy dönt, mert felméri a területet, hogy hát meg tudom én azt balról is kerülni, akkor ilyen döntésekre képes lehet a technológia. Ugye itt már szóba kerültek a humanoid robotok, amik aztán nekem már tényleg nagyon-nagyon félelmetesek, mert ránézek nagyon emberi, de ahogy viselkedik, az meg ugye nagyon robot. Miért lesznek jók, vagy miért jók, hogy vannak ilyen emberi vagy humanoid robotok? Kinézetre is úgy értem, tehát hogy nem csak a funkcióját teszi úgy, mint egy ember, mondjuk akár kiszolgál, mondjuk, vagy legalábbis a szállodában felveszi, mint a recepciós a kéréseinket, hanem hogy a kinézete is, az miért fontos? Én azt gondolom, inkább a testfelépítésből kell kiindulni, tehát olyan gépeket akarunk előállítani, amelyek tudják azokat a folyamatokat, feladatokat elvégezni, amit mi magunk is. Tehát annak a kiváltására építjük ezeket a gépeket.
ahogy a kutyánál is azért hasonlít a kutyára, mert ezáltal tudja a legjobban ugyanazokat a mozdulatsorokat utánozni. Ugyanez van a humanoid robotoknál is, hogyha két lába, két keze van, akkor tudja azokat a feladatokat jobban végrehajtani, amit mi emberek is csinálunk. Hiszen abban gondolkodunk, hogyha mi idáig azt a poharat megfogtuk és átraktuk az asztalra, akkor ahhoz nekünk egy kézre van szükségünk, és ujjakra, amely megfogja és arrébb teszi. Úgyhogy ez lehet a hátterébe, hogy mivel a mi feladatainkat akarjuk klónozni, így egy kicsit észrevétlenül is saját magunkat is elkezdjük klónozni. Én ugye ezt szoktam mondani, hogy a robotok az emberek fizikai klónjai, ennek nem mindenki szokott örülni, de hát ma már a megtévesztésig hasonlítanak ránk. Tehát a 3D-s hollywoodi maszk technológiákkal egy olyan arcképet tudnak ültetni egy robotra, hogyha leültetek valakit 30-40 méterre egy szobába, és ők mozdulatlanul csak egymás mellett ülnek, akkor nem tudjuk már hirtelen, azonnal, teljes bizonyossággal megmondani, hogy ki az ember és ki a robot. Persze, ha elkezd mozogni, ahogy elkezd beszélni, ahogy ön is említette, akkor már ők nagyon robotok, tehát különbséget lehet tenni, de már ott tart a technológia, hogy első ránézésre már nem tudjuk rávágni, hogy ja, hát persze, hát ő. Nekem még ez nagyon nagy jövő, de ön hogyan látja, hogy hány éven belül lehet az, hogy mondjuk minden háztartásban lesz akár mondjuk egy humanoid robot, mint régen néztük ezeket a sci-fi filmeket, és ugye voltak ilyenek. Körülbelül hány év lehet ez, hogy ilyen lesz? Magyar példával nem tudok szolgálni. Elvileg az Egyesült Államokban 10 éven belül a háztartások kevesebb, mint 5%-ában, de azért egy jelentős rész fordulhat elő egy ilyen házmenedzser robot, amely egy humanoid robot és több funkciós. Tehát amellett, hogy mondjuk össze tud porszívózni, meg fel tud mosni, amellett ugye minket felismer, például elmondja a napi programunkat reggel, szól, hogy ne hagyjuk otthon az edzőcuccunkat, mert edzésünk lesz, megkér, hogy mondjuk egy érzékelőt fogjunk meg, ahol az alaporvosi vizsgálatokat elvégzi, és ő ugye már akkor is szól nekünk, mielőtt tünet még nem jelenik meg nálunk, de ő már érzékel bizonyos eltéréseket az értékeinkben, hogy mondjuk menjünk el egy kardiológiai kivizsgálásra, tehát nagyon fontos megelőzési szerepe is van például, és amikor becsukjuk az ajtót, ő átveszi a riasztó szerepét is, hiszen az érzékelői segítségével, ha bárki bejön, akkor ő riasztást tud küldeni, és sokkal nehezebben szabotálható, mint mondjuk egy egyszerű riasztó berendezés. Ezek már olyan multifunkcionális robotok, és ezek még tesztelés alatt állnak, tehát ezek még nem kapható termékek. Hogyha végig gondoljuk azért reálisan, nem biztos, hogy hosszú távon elképzelhetetlennek tartom én például, hogy egy ilyet beengednék az otthonomba. Persze olyan furának tűnik, hogy alszunk a hálószobába, és akkor tudjuk, hogy kint van egy humanoid robot, és vajon ő most mit csinál? Tehát megvan ez a félelem, hiszen ezeken a sci-fi filmeken nőttünk fel, és ezt nevelték belénk, ezt programozták belénk, de azért mást mutat a technológia. A technológia azt mutatja, hogy nagyon sok hasznos területre és hasznos feladatra lehet őket használni. Persze, mint mindennek van veszélye, de itt a veszélyben inkább olyanra kell gondolni, hogy valamit nem jól érzékel, neki megy és összetöri, tehát nem hallottunk még olyanról, hogy mondjuk robot bárkit megtámadott volna szándékosan, vagy szándékosan sérülést okozott volna. Ezek jelen pillanatban még nem reális felvetések. Ugye egy dologról még nem beszéltünk, így az anyagráról egy robotnak, hogy milyen anyagokból készülnek ezek a robotok, és miért fontos, hogy mondjuk olyan anyagból készüljenek? Funkciótól is függ, a műanyagtól, a fémen, alumíniumon át, sok mindenből. Például robotkutyáknál vannak speciális bevonatok, mert neki egy nagy testvére például képes arra, hogy hőálló borítást kapjon, amelyről be tud menni például egy égő épületbe, nyilván nem a lángok közé, hanem előtte vagy utána, amikor is mondjuk túlélő kutatásban ő megint nagyon nagy segítségre tud lenni, hiszen van hőkamerája, meg tudja találni a túlélőket, de nem egy tűzoltónak kell bemenni egy ilyen épületbe, ami már recseg, ropog, és nem tudom, hogy mikor, hol dől össze. Ezáltal már itt, amit mondtam, például emberi életeket tudhatnak menteni a robotok, és ez az elsődleges feladatuk az én meglátásom szerint. Ez nagyon jó, mondjuk kihozni ugye nem tudja. Így van, de akkor a tűzoltónak már csak célirányosan oda kell menni és kihozni, és nem bolyonganak az épületben, hogy most teszik, mert keresik ugye a túlélőket, és próbálnak segíteni a rászorulókon, ami viszont egy nagyon veszélyes
helyzet, hiszen bármikor baleset érheti őket. Beszéltük már arról, hogy Magyarországon hogy áll most ez a robotika, meg így a cégekkel kapcsolatban. Sok mindent gyártunk itt Magyarországon, külföldekre, akár Magyarországra is. Magyarországon mikor lehet olyan, hogy akár alkatrészeket gyártunk egy robothoz? Hamarosan is van több olyan kis cég, aki már kísérletezik saját robot előállításán. Van egyetem, aki már épített saját kis robotot, úgymond. Tehát azt gondolom, hogy erre is ki fog épülni egy ipar Magyarországon is. Persze, ahogy látjuk, máshol már kész termékek vannak, mi pedig még most építjük az első kísérleti robotjainkat, de hát a magyar ember okos, leleményes, majd utolérjük a lemaradásban a külföldi partnereket. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt, és hát közelebb hozta hozzám is ezt a robotot, meg úgy egyébként az egész robotvilágot és a robotikát. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Kedves nézőink, a köztér vendége volt Hajós István, biztonsági és robotikai szakértő, akivel a robotikáról és a robotika biztonság technikai alkalmazási módjairól beszélgettünk. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.